76 eredményesen szereplő diákot, valamint felkészítő tanáraikat jutalmazták a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium atlétikai centrumában. A versenyt teszt formájában bonyolították le, és az első fordulóban több mint 56 ezer diák oldotta meg a feladatokat. Ebből 14 ezer fő volt határon túli. Tolna megyében 6 város 7 iskolájában tartottak megyei fordulót 952 részvevővel. Vannak olyan diákok, akik rendszeresen részt vesznek a versenyen, mert szeretik a matematikát és összemérni tudásukat társaikéval. Ilyen a tavaly országos döntőben 5. helyezést elérő, és idén a 9-esek között megyei első Szanyi Attila. Ebben 30 feladat van, feladatválasztósak, mindegyikre van 5 lehetőség, és egyet ki kell választani. És a nehézségnek a szintje növekszik, tehát az első feladat az ilyen nem óvodás szintű, de a 30-dik az már messze nagyon nehéz, és csak a legjobbat tudják megcsinálni. A tanulók felkészítésére az idei tanévben órakeretet nem kaptak a tanárok, ezért a pedagógusok szabad idejükben, ahogy mondják, önszorgalomból gyakoroltak a diákokkal. Hiába matematika verseny, a szövegértelmezés az egyik legfontosabb, a Nagy Dorogi tanárnő szerint, aki a diákok felkészítéséért díjban részesült Bonyhádon. Kiadom a feladatot, hagyok időt gondolkodni a gyerkőcöknek, és utána megbeszéljük, hogy ki az, akinek van ötlete, végigbeszéljük, mire kell figyelni, ha egy kifejtős típusú feladat megoldást kell csinálni, hogy írom le akkor, mire figyelek, hogyha tesztversenyen veszek részt, hogyan lehet gyorsabban haladni, ilyen stratégiákat próbálunk megbeszélni, és minél több feladat megoldást elvégezni, minél nagyobb rutint szerezni. A továbbjutók 2020. április 17 és 19-e között mérhetik össze tudásukat az országos döntőben.